Krisztusban szeretett testvéreim, nagyon kemény szavak hangzanak el az Ószövetségi Szentírásban, Malakiás proféta ajkáról, melyeket az akkori papokhoz intéz. Nyilván nem saját forrásból beszél, hanem az Úrnak az intelmét tolmácsolja. Arról a felelősségről van szó, amely azokja, akik tanításán és példamutásán múlik sok embernek az üdvössége. És a tanítással nincs is baj, de a parancsok következetes megtartása terén annál inkább. Különösen veszélyesnek látja a proféta a személyválogatást, mely az egységnek a lerombolója, és bizony hamis képet rajzol az Úrról, aki egy, és mindannyiunk atya, és benne nincs személyválogatás. A szentleckében Pál apostol igehirdetői munkáját viszont úgy fogja fel, hogy az teljes odaadást jelent, ét nappallá téve dolgozik Isten ügyért, a lelkekért. És az ilyen hozzáállásnak meg is lesz a gyümölcse, hiszen az emberek a tanítást nem úgy fogadják, mint emberi tanítást, hanem mint Isten szavát. Jézus az evangéliumban olvasott szövegben azonban ennek szöges ellentétét látja az írástudóknál és a farizeusoknál. Az ige hirdetés kudarca, amikor mondjuk, de magunk nem tesszük azt. Itt elbukik az ige hirdető, s a tanítás nem lesz hiteles, az emberek nem lesznek képesek benne felismerni Isten szavát. A farizeusok és írástudók viselkedése ezen felül még azért is botrányos, mert rangkorságban szenvednek. És ez bizony sajnos ma is virágzik az egyházban is, sokszor tapasztaljuk. Természetesen örök érvényű marad az a kívánalom, hogy egész lényünk, minden cselekedetünk és magatartásunk, és szavaink is a megfeszítettről tegyenek tanúságot. Nyilván nagyon nehéz feladat ez, de akarni kell. A papok és püspökök néptől való elszakadása a történelem során óriási károkat okozott. És ma sem működik a dolog másképpen. Egyik fiatal paptestvére mesélte, hogy a kölni ifjúsági találkozón a fiataloknak mennyi erőt és lelkesedést adott, hogy ő is, a pap is velük együtt gyalogolt, szomjazott, aludt a betonon, viselte a fáradtságot. Mindez azonban úgy szintén válhat egyfajta képmutatássá, ha nem hagyja át az igaz szeretet, a szívnek az önzetlensége és az áldozatvállalás. Nem egyszerű hitelesnek látszani és hitelesnek is lenni. A látszat néha csal. És az is nehéz, hogy úgy jelenítem meg valami hitigasságot, a Szentírást, magát Jézus Krisztus, amit hirdetünk, hogy úgy legyen hiteles, hogy valódi legyen. Mert nem az a hiteles, hogyha önmagunkat tökéletesek tüntetjük fel. Sokszor ahhoz mérjük a mi hitünket, vallásosságunkat, hogy milyennek látjuk az ige hirdetőket. De hát az ige hirdető is ugyanolyan ember, mint mi. Egyetlen szent sem tartotta magát tökéletesnek, és főleg nem szentnek. De mindenki, minden szent törekedett rá. Aztán valakinek valóban sikerült, szent lett, és valaki talán elbukott. Természetesen
Jézus arra akar bennünket ebben a mai evangéliumban biztatni, hogy a tanítás, amit hallunk, azt mindenképpen tartsuk meg, és igyekezzünk az alapján rendezni az életünket. Természetesen szól nekünk, különösképpen papoknak, igehirdetőknek, hogy ne váljunk képmutatókká. Ne csak mondjuk és hirdessük az evangéliumot, ne csak megmondjuk az erkölcsi törvényeket a híveknek, hanem próbáljunk segíteni rajtuk. Még egyszer mondom, nem könnyű feladat, mert sokszor valami olyan erkölcsi magasságba képzelik el a papot, ami szinte lehetetlen. Hiszen mi is, még egyszer mondom, emberek vagyunk. Mi is hordozzuk az emberi esendőség minden kényját, baját. Mi is sokszor elcsúszunk. És akkor nem lehet arra mutogatni, hogy persze, mert a pap is ilyen, akkor én mi legyek más. Nekem azt kell követnem, amit Jézus tanít. Igyekeznünk kell nekünk persze, mindenkinek, az egyházban vagyunk, tanúságot tenni a világ felé az igaz hitről, az igaz értékekről, a krisztusi útról. De vegyük tudomást, hogy mindannyian esendők vagyunk, és ettől nem kell megijedni. Azért adta Jézus, hogy Jónásnak a lehetőség, mert tudta, hogy el fogunk bukni.